Itt Kardoskúton nem egy öreg település, és úgymond a Fehér Tó, ugye nagyon sok látogató jön. Éve szintén 1400 vendég jelentkezik be hivatalosan, azon kívül még ennyi, aki csak kijön kerékpárral vagy kocsival, szétnéz, és itt Kardoskúton nem volt, amiért megálljon. Itt van egy Kardoskúton egy kuti kocsma, ott megálltak esetleg egy időtérre kávéra, de úgy maga nevezetességet megnézni nem tudtak. Ez már régen fogalmazódott bennünk, hogy valamit kéne csinálni itt a községbe, hogy az ide látogatók beljebb jöjjenek a községbe, ne csak itt a főúton elmennek, és ennyi. És akkor valósult ez meg az akkori polgármester, a Lengyel György támogatásával, hogy csinálunk egy ilyet. Nagyon nagy, úgymond lendületet kapott az egész, aztán egy kicsit lanyhult a dolog, de aztán csak látta, hogy tényleg akarjuk, még csináljuk, az épületet alakítjuk, és utána ő is aztán beszálltak, de az önkormányzat nem tud segíteni anyagilag, ez teljesen önerőből épült meg, valósult meg. A Zoncsaház az annyi, hogy az országban 1940-ben beadták az országgyűlés elé Hohmann Bálint, hogy nagyon szegény sorban élő, pusztán vagy kint tanyavilágban élő családoknak élhetőbb lakáskörülményeket biztosítson. Itt nagy családosokról van szó, akinek 4 gyermeknél több családja volt. Ez nagyon lényeges, hogy nagy családosokról van szó. Ezt nagyon ellenőrizte az egyház, és aki a férfinek dolgozni kellett, mindegy, hogy hol, még ha egy nagy gazdálkodónál volt béres, akkor is igazoltan munkahelynek kellett lenni. Az édesanyjának a családot kellett ellátni, ezt nagyon ellenőrizték, itt például előttünk lévő ingatlanba, másfél év után kiköltöztették 4 családdal, nem érdekelte, mert nem piszkosan járta a gyerekeket, tehát nem úgy látta el. Tehát azért mondom, nagy feltétele volt ennek, hogy és ilyen nagyon pici kis összeget fizettek évente, 10 év után sajátjaként szerepelt az ingatlan, aki megfelelt annak a követelményeknek. Ebbe a projektbe ez 3 év alatt lezárult. Országszerte 12 ezer ilyen ház épült fel. Itt Kardoskúton ez az utca Oncsa utca, de Béke utca neve, világ már mióta megalakult az utca Béke utca, de Oncsa házak vannak. Itt 10 van, Puszta központon a Fehér Tó fel, ahogy megyünk, ott megint van 10, Székutason már 46 ilyen ingatlan. Ott egész utcák vannak, Oncsa utcák, Oncsa házak. Ezeket a szérszámokat mindet lóvontatással használták. Ebből ugye tudtak szántani, itt például egy egyeseke, amivel mélyszántást tudtak csinálni. Még akkor volt mélyszántás, most nincs, most csak ilyen 18 centig karistolják meg a földet, én azt szoktam mondani, mert nem szántanak, nem fordítják meg a földet. A kettesekével ugye ugaroltak, meg avval is tudtak, csak akkor már 3 lovat, ott van fönt egy 3-as isafa, ami 3 lovat tudtak belefogni, és a kettesekével is tudtak, hát lényegesen haladósabb volt, 2 borozdát húzott, nem egyet. Minden eszköz vagy tárgy nem így nézett ki. Tehát ez nagyon sok munkánk van, család összefogással. Itt az udvaron ki voltak terítve, és akkor rozsdátalanítottuk, festettük, tisztítottuk, mert ugye még az is, hogy hát ez mind ilyen kidobott színbe, vagy félrelükött. És akkor például a lovaskocsi, ez mondjuk nem, ez szárízik alatt tárolták. Egy tanyán, mikor én megláttam, a kerekit láttam meg, mert onnan már a jószág eldurta a szárízéket, és hát mondom, Feri bácsi, az mi? Hát az egy öreg lőcses kocsi, azt mondja, nem érem már semmit. Mondom, én szeretném megnézni, és addig-addig sikerült Feri bácsival, úgymond mézet vittem neki, meg egy, mert itt őszintén, pénzt is áldoztunk, de próbáltuk úgy, mivel hogy méhészkedem, hogy mézzel fizetek az eszközökért, és akkor mindjárt egy kicsit másképp alakult a dolog, de nagyon nehéz. Tehát annyira ragaszkodtak ezek az idősebb emberek az eszközökhöz, mert még a nagyapája használta, a szülei használták, ő is sokat volt például kocsikázott, vagy szántott ezekével, és nagyon nehezen váltak meg ezektől. De mikor itt eljöttek, és látták, hogy itt tényleg tető alatt aránylag és egy méltó helyen van-e kihelyezve, vagy kiállítva, akkor azt mondták, Józsi, csak úgy döntöttem, hogy vigyük. Nagyon ritkán lehet már párszárító kashoz hozzájutni, és mikor ezeket én megtaláltam, nagyon örültem neki, és ide is adták az első szóra, tehát ezen
tarhonyát, tésztát készítettek ugye nyár végén, vagy mikor őszfele már, mikor jobban ráért a gazdaasszony, és akkor megszárították, és akkor eltárolták, és akkor amikor körött a levegbe. Meg gyümölcsöt aszaltak rajta, ami egy nagyon, egy óriási finom dolog. Én ugye nagyon sokat ettem nagyszüleimnél, aszalt szilvát, halmát, girizre felszelték, és akkor az meg aszalták. Hát az valami csodálatos volt. Itt egy kicsit a méhészetbe el fogunk menni, mert még a méhészeti régi eszközöket is gyűjtöm, és itt egész visszamenve 1900-as évek legelejére olyan eszközöket próbáltam, még minél régebbi pergető, meg a mézfeldolgozás, vagy mézkinyeréshöz, meg a méh lakásokat próbálom beszerezni. Kisebb-nagyobb sikerrel, mert ott a méhész társadalom, aki több generációs méhészetből származik, az mind ragaszkodik, mert a nagyszülő, vagy a keresztapu, vagy akárki méhészkedett azokkal az eszközökkel, és hát Józsi, ezt még nem adom. Egy sugaras pergető, és malomkerék pergetőnek hívják, de így működik. És így, centrifugálás erő hatására, ez már aránylag egy hatékonyabb pergető volt, mint a palástos, mert ebben 8 keret tudtak egyszerre kipergetni. A fajta pergetében. Az a kaptár, az egy nád szigetelési kaptár, náddal van borítva, ez az alsó, és ebbe a típusba védették le a nagybocsanádi keret méretét Magyarországon. Itt már most bejöttünk a lakásba, és itt próbáltunk egy tanyán lévő bútorzatot összeszedni. Itt általában ez az ágytípusok voltak a 800-as évektől, és persze nem így volt egy tanyán, mert ugye ahol 8 gyermek volt, akkor azért meg a szülők is, akkor és általában még volt, ahol a nagyszülők is ott éltek velük, tehát több generáció együtt, és ott sok ilyen ágy volt, de egy ilyen ágyban akár 4 gyermek is elfért lábbal összefele. Tehát mi nagyszüleimnél mi is voltunk 14-en unokák, és ott is viszont volt olyan, mikor 4-en aludtunk egy ágyba. Elfértünk érdekes módon. Most nem biztos, hogy a mai gyerekek elférnének, de mi elfértünk. Kardoskúton volt olasz ernő. Ez régész volt, de viszont 4 elemit végzett iskolát, végzettsége, utána önerőből fejlesztette magát, latinul, németül, perfektül beszél. Vitték tolmásnak, és még azon kívül elment a régészeti kutatásba. És temetkezési szokásokat térképezte föl, meg tárta föl. Föltárta, és utána van neki csontgyűjteménye, meg edény maradványgyűjteménye, ópuszta szerint van kiadva. Itt Kardoskúton nem jegyzik, nagyon sajnálom őszintén, hogy egy ilyen ide szülött embert, aki így vitte ennyire, hogy úgy nem tartják úgy nyilván. Én fölkaroltam, ismertem is, gyerekkorunkban voltunk kint, Tanyita bácsi kivitt bennünket Erni bácsihoz, és leültünk a gyöpre, kecskék, birkák legeltek, mi leültünk, és szájtátva hallgattuk a történelmet. Itt egy tiszta szobát próbáltunk megvalósítani, és ahol megtehették Tanya világba is, egy picit jobb módon volt, ott mindenütt volt tiszta szoba. Azt csak ünnepnapon használták, húsvétkor vagy karácsonykor, de viszont, hogyha disznóvágás volt, és jött a család, akkor a tiszta szobát is befogták, mert ugye a másik helyiségben nem volt annyi fekvőhely. Ezt a tiszta szobát, tehát kimondottan, ahol megtehették, ott tiszta szobaként szerepelt, meg ha a nagylány már férhőn menendő volt, akkor ott udvarolt neki a fiú a tiszta szobába. 2 szekrény, páros ágy, tükörasztal, ez a magyar értéktárban szerepel. Kézzel gyártott, híres asztalos csinálta, kézzel festettek, tehát először az volt, hogy már mi aztán nem nyúltunk hozzá. Mikor letakarítottuk, hát volna javítani van rajta, de viszont nem nyúltunk hozzá, mert így eredeti állapotban van. Ezt hívják tékának. Ez volt a szegény ember bárszekrénye. Ez a tiszta szobában volt elhelyezve általában ajtón belül, ajtó hátemeget, és ha jött a sógorkom, a jó barát, vagy valami ízé, akkor ebből kínálta meg pálinkával, borral, vagy egyebekkel. Tehát ebben mindig olyan eszközök voltak, ami kimondottan vendéglátásra valók.
ami érdekessége ez, mikor én megláttam egy címbe, ugye én tudtam, hogy mi ez, és azonnal ugye kuncsorok, tehát szöget tartottak benne, meg kocsizsírt, csapágy, vagy kenőcsöt, meg egyebeket, de csak addig kuncsorogtam, hogy elkaptam, és mikor itthon elkezdtük letakarítani, akkor láttuk meg, hogy kézzel festett. És nagyon óvatosan, hogy hát ha sikerül megmenteni, hogy nem kell javítani a festést, ne látszódjon meg rajta. Még eredeti festés, és ott fönt rajta, ott van, hogy anno 1838. Tehát nagyon sokat tudna mesélni, ha úgy el tudnám mondani, hogy mi történt ez alatt az idő alatt. Itt hivatalos nyitvatartás nincs, kint van a telefonszámom, előre egyeztetett időpont. Tehát úgy, hogyha telefonon fölhívnak, ha munkában vagyok, de helyben vagyok, akkor ha elfogadnak, meg szoktam kérni, munkásruhában elfogadnak, én persze azt mondja, jöjjön, akkor mondom, 6-8 percen belül ott vagyok. A felső katonaláda az elmondás alapján a fiától kaptam, aki Doberdót megjárta velekből a katonaládával. Tehát bajonett, az a 14-es háborúból való, ez például, és állítólag volt a harc téren, tehát ehhez lehet, hogy úgymond emberi vér is tapad, de hát mondjuk nincs rajta most már. Itt egy éléskamrába való tárgyakat próbáltuk összeszedni, a kolbász meg a sonka hiányzik a rúdról, de fogalmazódott bennem, hogy legalább egy kis csülköt, hogy illata legyen, füst illata, meg egy szál kolbászt, hogy az is bemutat, vagy egy darab szalonna, és hát itt azt próbáltuk, ami úgymond, vannak itt olyan tárgyak, ami nem igazán régiek, de például ebben a vajköpülővel kaptam ezt a mágdarálat, húsdarálat, mert az is régi, el kell fogadni, és akkor ki kell állítani. Ez egy érdekes izé, mert ugye valamikor a tejszín, tejfölt ebbe beleöntötték, ezt elkezdték hajtani, és az ütés által a vajzsír, vagy a tejzsír kivált a savótól, és ebből készült a házi vaj, ami egy csodálatos van. Tehát annak íze, zamata, nagyon finom a házi vaj. Karbit lámpa, ami azt akarja, hogy karbitot tettek bele, pár csöpp vizet, gázfejlődött, és akkor itt égett. Állítólag elég szép fénye volt, de én nem bírtam szóra bírni. Itt a tejfeldolgozáshoz való eszközök vannak, ezekben a nagyobb szájúakban, ezekben meg szilvalekvárt, vagy baraszlekvárt tároltak. Nagyon emlékszem rá, hogy nagymama ilyenben, mikor kifőtt a szilvalekvár, még melegen megszórta vastagon cukorral, kenyérsítés után betette a kemence szájába, és az úgy rá bőrösödött. Isteni volt, gyerekek, hát az szépen elkockázta az unokáknak, és mindenki kapott egy kis kockát a szilvalekvár tetejéből. De és érdekes volt, hogy úgy lezárta, hogy nem indult penészedésnek, jó újsággal lekötötte, vagy valamivel, zsírpapírra, vagy hólyagpapírra, hogy por ne menjen bele, de nem indult, és nem volt tartósítószer meg egyébként. Az úgy ki volt főzve, hogy nem romlott le. Konyha egy kicsit túl zsúfolt, de viszont azért áttekinthető, és itt annyi, hogy az a szekrény, az nem konyha szekrény itt balról, ami van, hanem az egy telázsli féle, csak az a családi örökség úgy mondva, hogy édesapám csinálta 39-be, és azért van itt nagy böcsbe. Hogy ezt mire használhatták? Csöcsös korsó a neve, ami azt akarja, hogy itt van rajta egy kicsi kis élé, és ezt kivitték a mezőre, idáig elásták a földbe, a vizet, ivóvizet, mellé hasaltak, és itt fenékig, ez úgy van kiképezve, fenékig ki tudják szívni belőle a vizet. Nem melegedett föl benne a víz, tehát arra használják, vagy pedig még arra is úgy is csinálták, hogy vödörbe vagy valamibe szalmát tettek, vagy szénát, és abba ágyazták bele, de ez szabadon volt, azért, hogy a vizet ki tudják szívni belőle. Tehát ez volt a zivó korsó, de csöcsös korsónak hívják.
bemutató méhészetet is folytatok, és az még úgymond nem teher, de élvezettel csinálom. Tehát szeretem maga a méhészetet, és szeretek olyan emberekkel beszélgetni, esetleg vitatni dolgokat, ami a méhészettel kapcsolatos. Sok minden van itt olyan, amit szeretnénk még, de bízok benne, hogyha nekem nem is lesz erőm, támogatom a lányaimat, hogy majd ők fogják vinni tovább, meg szervezik.